kedves vállalkozóink, kedves támogatóink, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy elfogadta önkormányzatunk meghívását erre a 2024-es új év köszöntőre. Én bízom benne és örülök, először is nagyon örülök neki, hogy ennyi vállalkozó és vállalkozás van Békés-Szentandráson. Egy picikét matekozok is hozzá, tehát szám szerint 1078 darab vállalkozás működik településünkön, ebből folyamatosan működő 926 van, ami már hosszabb idő óta működik. Természetesen most az egyéni vállalkozóktól a komoly nagy vállalkozásig, nagy vállalkozókig mindent beleértve, viszont azt kell mondanom, hogy az önök, a ti munkátok, befektetésetek, vállalkozásotok az, ami azért túlnyomó többségében a hátán viszi az önkormányzatot is. Hogy egy picikét forintosítani tudjam a dolgokat, csak a iparűzési adóból 162 millió forint folyt be az önkormányzat számlájára, ami azért egy nagyon-nagyon komoly tétel, aki úgy belelát. Tehát ez egy költségvetésnek egy hangsúlyos részét fedi. A másik ilyen pedig ugye a turizmusunk. Elmondhatjuk azt, hogy 2010 óta az akkori 1000 vendégészakáról a tavalyi esztendőre, ami nem is a kiemelkedő, nem a legcsúcsabb volt, 123.926 vagy 124.926-ra lépett föl. Ebben természetesen benne vannak az IFA-ról mentesített vendégészakák is, tehát a fiatalabbak, illetve az idősebbre vonatkozóak is. És én nagyon bízom benne, hogy most a turisztikai palettánk a tavalyi esztendő végén még szélesedett, még erősödni fog, tehát ez a szám, én remélem, hogy jövőre még nagyobb lesz, hiszen a Bordür Hotel megnyíltával azt tudjuk mondani, hogy most már ugye nem csak a májustól októberig tartó turizmus erősödik, hanem a téli szezonra is erősödhet. Én azt kívánom különben, hogy legyen sok-sok-sok vendégészakája a hotelnek, és erősítse ezzel településünket is, megerősödjön, mint vállalkozás is, maradjon fönn hosszú távon. Én nagyon köszönöm mindenkinek különben az összes segítséget, hiszen a vállalkozók segítsége nélkül sem tudnánk a települést működtetni érdemben, illetőleg előre haladni. Az is nagyon fontos, mint ahogy országgyűlési képviselőnk is többször elmondta, hogy a magánszektorban is pályázati úton több mint 9 milliárd befektetés érkezett Békés-Szentandrásra az elmúlt évek során, ami egy nagyon komoly tétel, 9000 millió forint, és ehhez tettünk hozzá mi, mint önkormányzat, még 3,5 milliárdot, mint önkormányzati fejlesztést. Tehát elmondhatjuk azt, hogy erősödik ez a szektor, de abban kell bíznunk, hogy még inkább erősödni fog, hiszen ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni, egy, a közös munka nagyon fontos, kettő, erősödni kell az önkormányzatnak is, erősödni kell a gazdaságnak is, hisz ezáltal teremtődnek munkahelyek, csökken a munkanélküliség. Nagyon büszke vagyok rá különben, hogyha számadatokat nézünk, hogy településünk Békés megyében az egyik saját kategóriában legjobb adóerőképességgel rendelkező település, mindig el szoktam mondani, hogy sajnos, amikor pályázatok vannak és önerős pályázatok, akkor bennünket a 60-40-es kategóriába tesznek, ez annak a következménye, hogy a településnek nagyon jó az adóerő képessége. Amikor elkezdtük, az első ilyen pályázatok még 90%-osan voltak támogatottak az állam részéről, ma azt mondják, hogy megvan az adóerő képességetek, teremtsétek meg magatoknak, bízom benne, hogy ez működőképes. Gazdaságilag is nagyon jól, úgy érzem, hogy jól működik a testület, hiszen elmondhatjuk azt, hogy hosszú évek után végre több 10 milliós plusszal tudtuk átfordítani az idei esztendőben mi is a költségvetésünket. Én ennek szurkolok a gazdasági szektornál is, illetőleg jövő évre, az idei esztendőre is egy közös munkát is kívánok és kérek minden vállalkozónktól. Hozzáfogott önkormányzatunk ugyanis a rendezési terv és a helyi építési szabályzat teljes körű átdolgozásához. Ebben én egy nagyon komoly közös munkát kérnék, ötleteket, tanácsokat a folyamatban, hiszen egy 5 éves folyamatban tervezzük a teljes rendezési terv átdolgozását, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a vállalkozások is tovább tudjanak épülni, a beépítési szabályoknál fontos figyelembe venni a vállalkozók véleményét is. Én ennyiben szeretném röviden összegezni az elmúlt esztendőt. Még egyszer nagyon szépen köszönök minden támogatást és minden segítséget a vállalkozók részéről, és az idei esztendőhöz pedig nagyon sok gazdasági sikert és egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, és emelem poharam egy boldog 2024-es és jó gazdasági évre. Egészségünkre!